Óriási sikert aratott Marosvásárhelyen a Most vagy Soha című magyar kalandfilm péntek este. A nézők a vetítés után találkozhattak is az alkotókkal, akik több kulisszatitkot is elárultak. Csak Erdélyben eddig 20 000-nél is többen nézték már meg a filmet. Rengetegen voltak péntek este a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Most vagy Soha című film vetítésén. A Petőfi Sándor életéről szóló történelmi kalandfilm az 1848-as eseményeket mutatja be, 24 óra történéseit a forradalom előestéjétől március 15-e éjszakájáig. A nézők megismerhetik, hogy milyen lehetett ezt a forradalmi napot Petőfi és barátai szemszögéből átélni, egy közös ügyért harcolva. A vetítés után többen azt mondták, ideje volt a magyar történelem meghatározó napjáról, Petőfiről és a márciusi ifjakról filmet forgatni. Nagyon megfogott minket az is, hogy így akciódús volt, és teljesen így egy másik szintre emelte a történéseket. Egy fényképet készítettünk. A nézők a film alkotóival is találkozhattak. Horváth Lajos Ottó színművész azt mondta, a kitalált negatív szereplő megformálójaként neki volt a legkönnyebb dolga. Mindenkinek van egy elképzelése, hogy milyen volt Petőfi, milyen volt Szendrai Júlia. Mindenki tudja, hogy milyen volt, mindenkinek van egy képe ezekről az emberekről. Ezt sokkal nehezebb elfogadtatni a nézővel talán, mert már valamilyen akár pozitív előjelű előítélete is van. Ezzel a karakterrel szemben nem áll fenn ilyen. A készítők a közönség találkozón kulisszatitkokat is elárultak. A forgatáson 6000 jelmezt használtak, és 1400 főstáb dolgozott a produkción. Ez legalább volt annyira logisztikai, mint amennyire művészi feladat. Az alkotók azt mondták, megható olyan határon túli közönséggel találkozni, ahol él a Petőfi kultusz. Egészen mély szeretettel és lélekből nézték ma este is itt Marosvásárhelyen a Most vagy Sohát, ahogy az elmúlt hetekben sok-sok vetítésen. Nem felejtem el azt a kis videót, amit az egyik néző küldött nekem Kisgalambfalváról, egy kis székelyföldi településről 2 héttel ezelőtt, amikor a vetítés végén a stáblista alatt az emberek fölállva éneklik a himnuszt és a székely himnuszt, tehát valami döbbenetes a fogadtatása a filmnek. Erdélyben eddig több mint 20 000-en látták a filmet, a vetítések pedig tovább folytatódnak. A forgalmazók további településekre is eljuttatják az alkotást.